Sziasztok! Ma a Föltutomató Tábor Warhammer 2 Lizardmen végigjátszásomat Kroggárral, és ez a 12. rész. És ugye már itt maradt abban, hogy vissza akarom venni az elvesztett városomat. Nem lesz annyira könnyű, mivel hát az ellenségnek rengeteg katonája, ugyebár nagy a városi őrség, mivel fejlesztették az épületet, ez logikus. Plusz van 5 csapat Phoenix Guard, ami jó sok. És ugyebár mindössze ilyen Saurus harcosaim vannak, ami szintén annyira nem OP. De az alapból a Saurusok nagyon-nagyon jók. Plusz ugyebár még az ügynökeim egész gyengék, meg a hadvezérem is. Jój! Bang a nagy sereg. Na mindegy, előre. Erő, nem tudják lefutni a lovat? Úgy tudtam, hogy a T-rexek gyorsabbak, mint a lovak. Nagyon gyorsan tudnak futni, úgy tudtam. Phoenix Guardát én nem támadnám le a vizékkel. Mármint szemtől szemben. Karnoszauruszokkal. Nem érdemes szerintem. Megyünk a Latern Seaguardra. Nagyon van varázslatom. Állunk a legjobban. Ah,
Rossz, mert megvadulnak az egységek, az belemennek a izébe. Megtámadják a Phoenix Guardot szemből. És az úgy nem jó. Bár annyira már nincsenek sokan. Plusz a karnoszauruszok el vannak. Mind bevadulnak az egységek. Szerintem már nem kell sok és feladják. Jó lenne, ha nem veszítenék el teljesen egységet, bár azt hiszem fogok némi izét, Hornet Vance-t. Ennyi. Oké, ez így még egész jó volt. De tényleg, ez így még nagyon-nagyon jó volt. Kétszer annyian voltak. Még az, hogy a karnoszauruszok rohadt jól nyomták. Nem veszítettem a egységet. Hú, oké, ez így tényleg jó volt. Két kör, és akkor... irány itt fel, itt így kb. Keresztül, oda. Igen. Reductus quasur! Dalek mal! Oh, city boy! Grok die! You must leave! Végén itt meg lett újra a teljes provincia. Ez itt zöld, az jó. Na mindegy. Mar.
Aha! Erre vártam. Ahhoz képest mennyien vagyunk, és ők mennyien vannak, nagyon szarrányunk van. De ugyebár a két csillag sárkánya az nyomja meg a dolgot. De valójában, ha lejátszod a csatát, és hogyha ugyebár az AI úgy dönt, hogy csak áll egy helyben a sárkányaival, akkor simán lelövik a tornyok a sárkányokat. Van ugyebár egy szép nagy erősítés. Állunk a hadvezére, az pont itt van, oké. Ja, tornyok a sárkányokat. Messziről jön az erősítés. Saurus. Most lőjék a másik sárkányt, hogy az is gyengüljön. Ó, oh. Csak megindulnak. Ezt a Temple Guardot elintézték, azt a rohadt élet. Szép. Lathor Sigurdot simán lenyomják a izék. Temple Guardok. Ez egy Phoenix Guard, ami veszélyes. Tornyok rengeteg ellenséget lelőnek. Nagyon-nagyon sokat. Nagyjából a lovasságát kinyírták a tornyok. Ami maradt, az már nem veszélyes.
Ja, a Phoenix Guardot simán le tudják verni a Temple Guardok. Nem jelent nekik nagy kihívást. Veszteség annyira nem érdekel, mivel ez a város amúgy is alapból nagyon jó védősereggel rendelkezik. Ja, ez kb. Ennyi. Hát igen, ahhoz képest milyen rossz arányt kaptunk, könnyedén lezúztuk őket. Ja, volt egy csomó lovas katonája, ami városostromkor semmit nem ér. Oké, szép városi őrség lett. Kör, két kör. Á, nem. Mondjuk meg lehet, hogy amilyen köcsög az AI tudja azt, hogy itt nincs falam, szóval. Ez a legrosszabb, ugye bár úgy van programozva az AI, hogy mindig mindent tud, stb. Látja azt, hogy hol mit van. Nagyjából. Á, kár, hogy ezt elfoglalták a törpök. Let's hear. No. What? What? You have a proposal? We are willing to hear it. Defensive alliance. Okay. Legyen. I will not obey. Fuck you. 800. Right. Greetings, stranger. A fool's action. On it. Say. Így mindent látunk, ami itt van. Kemény Spearman? Really? Spearmanekkel mozgolódnak. Itt vannak a Demigriff Knight, Steam Tank, Great Swords. Sirály.
Ez a sereg kíváncsi, hogy merre tart. Ridiculous. Az. Igen, nem akarnak ezek békét amúgy. I cannot extend a welcome to the likes of you. Kaka. Muszáj lesz leképezzek még egy sereget ennek a csávónak. Mondjuk hát mi kell hozzá még némi. Most jól jönne még egy Scar veterán. Én egy ilyen ügynök. És akkor kell még pár Feral, Carnosaurus és némi Hornet Wands, az kész. Igaz, hazavágja a gazdaságot, de lassan szerzünk új területeket. Plusz kell, mivel ezzel a sereggel a következő körben megindulok. Visszaérünk, ugye? Ja. Ezt felvettük akkor. Megindulok a műzék ellen. A patkányok ellen, mivel az utolsó rituálénál tartanak, és ugyebár lassan nekem is el kéne kezdjem a rituálét megcsinálni. Szóval arra is fel kell készüljek, ugyebár a fővároshoz egy az, hogy kell állítani egy kisebb csapatot, mert ugyebár ott fognak megjelenni a seregeik. A rituáléba kezdtek a izék is, a high elfek is. Ugyebár amilyen seregeket küldenek a népek, azok ott fognak megjelenni a fővárosnál, szóval oda is kell egy kisebb csapat. Plusz ki tudja, hogy hol jelennek meg a káosz csapatok, szóval mindenhol kell legyen fal. Ja, szóval eléggé necces lesz a dolog. Nagy valószínűséggel fogok veszíteni pár várost a megjelenő káosz csapatok miatt, de annyira nem probléma. Oh, construction. Oh, szép. 30%-kal kevesebb építkezési költség. Retructus quasur. Denza. Na mindegy. Ezek szerintem ide jönnek. Ide. Plusz indulok és meg kell állítani a... ezeket. High elfeket. Na mindegy. Kalkuasuras.
Blessed Temple Guard. Remek. Oh, really? Ó, oh, a Safari frakció belépett ellenem a háborúba. Na, mindegy. Egy újabb frakció, a több lényegtelen. Még egy, meg mindegy, már nem nagyon számít, hogy hányal állunk hatban. Mission issued. Wandering dead. What? Hello? Isasur. Unwise. Certainly not. Nem tudom, hogy sok értelme van-e. Ez a város, azt kell lefelégetni, vagy elfoglalni, tök mindegy. Ezt most nem. Muszáj leképezzem ezeket. Unwise. Phoenix Guard, 8000 életerő. Ridiculous. Awesome.
te csapat. Hát ezt lejátszanám, megnyerném, de inkább nem. Nem akarom megszégyeníteni őket. Nagyon. Százalékkal több újra töltődés. Hát bár ez közelebb van. Itt kikötünk, és akkor ott felmegyünk. Vagy kikötünk ott, és oda megyünk. Ó, sirály. Jó, és akkor ezzel a sereggel is mozgunk. Ezt felvesszük, ha már itt van. Ugyebár a... Még van 17 kör. Még a... Mizé elkezdődik. És a rituálét befejezhetik a... Az elfek. Nem érem utol, ugye? Nem. Már lehet, hogy lesz olyan köcsög és jön és megtámadja a várost. Na már, hogyha megtámadná a várost, nem lenne probléma, mert kitámadnánk, lezúznánk, visszamenném a várost, az kész. Sőt, még talán az lenne a legjobb, ha megtámadná a várost. Camping movement range és recruitment cost csökkentés. Oké. Az jó. Fighting against men. Oké. Annyi az egész emberek ellen nem nagyon harcolunk. Increase power, vagy kapunk egy ilyet. Rod of the Storm. Jó jöhet. Talizmán nincs több. Ezt felvesszük és ott kikötünk. Igen, sejtettem, hogy azt akarja. De ugyebár azért akarja azt a várost, mert ott található olyan cucc. Olyan, ami kell nekik. Oh, hello. Oké. Ez így már annyira nem is tetszik.
Lehet, hogy elveszítem azt a várost, mert szerintem ő is azt akarja. Oké. Against Council orders. Nem lenne jó amúgy, ha elkapnának tengerem. 10.000 dénár, az szép. Hú! Oké, az, az azt hiszem éppen hogy. Ja, én azt hiszem az éppen hogy, hogy nem kap el. Üha. Arms and armor. Szép. Király bónuszokat lehet szerezni. Sunken chest. Ó, oh, még egy ilyen. Lol. Itt még hogyha lázadás is lesz, simán lezúzzuk őket. Ó, itt mondjuk csak szaurusok vannak pajzsal. Az nem jó. És mivel lándzsások, nekem nem lándzsás kell inkább. Oké. Támadja a várost, az annyira nem probléma. Megtámadja a várost, az jó. Legalább nem támadja meg a másikat. Ja, azt... Oké. Elkészülnek a feral karnoszauruszok, úgy szétzúzzuk őket, mint a húzat. Na, nincs itt senki, ahogy látom. Bár ez egy jó trükk ahhoz, hogy megtudd azt, hogy van serege a városnál, vagy nincs. Ugyebár ha felhúzod így a térképet, akkor ugyebár nem látsz semmit, mármint hogy mi hol van. Ha például ráközelítesz, akkor nem tudod megmondani, hogy ugyebár itt van sereg, vagy nincs. Hogy lehet megmondani? Így. Itt van a zászló, az azt jelenti, hogy itt van egy sereg. Itt nincsen sereg, mert nincsen zászló. Ugyebár valójában a skaveneket fel kell fedezni, hogy vajon vannak itt skavenek, vagy nincsenek.
De meg tudod nézni azt, hogy van sereg, vagy nincsen sereg. Itt nincs sereg, itt van sereg, mert ott a zászló, és ugyebár ott mutatja, hogy mennyire erős, mármint, hogy mennyien lehetnek. Szóval az egy full csapat. Szóval valójában ott nincs senki. De biztos, ami biztos kicsit visszább lépek, kb. Ide. Lehet, hogy van a közelben egy csapat. Itt lázadás lesz, de a városi őrség simán intézi. Az jó, mert ugyebár van Lightning Strike képességünk, szóval egyesével tudjuk szétzúzni a csapatait. Ah! Skavenek! Bloody Skavens. Van két ágyú, három Hellbit Abomination, és egy katapult is. Oké. Okay. Itt jön két egység, ugye? Jó, akkor ti ide. Ide. A javelinek maradnak lent. Vagyis nem, javelineket is fel. És akkor lándzsások le, meg ti ide. Egyből a katapultokat vesszük célba. Ja, köcsök Help It Abomination. Be akarja törni a falat, ha minden igaz. Ha egy olyan érzésem, sikerül is neki. Na, inkább vissza. Ah, 97 sikerül neki. Mert annyira nem lényeg. Háááá, jönnek a patkányok! Bloody hell. Itt a hadvezére, nem? Ne, az a hadvezére. Ah.
Utálom ezt a mágiát. Csak tudnám, hogy ezek mit csinálnak. A Help It Abomination-t le kell lőni a tornyokkal, amennyire csak lehet. Ja, jönnek fel a patkányok. Már a szauruszok simán lenyomják őket. Mert lándzsásaink vannak, amik jók az Help It Abomination ellen, és a Code One Spear Riders is nagyon jó. Hello, hello. Meg is ölték az egyiket. Ó, itt van kettő. Kezdnek lenyomni minket. Vissza. Jó, ti nyírjátok ki azt ott. Szauruszokat itt szépen megszivatják. Zatek,
Skull. El fogják adni? Azt hiszem igen. Igen, ennyi. Flee! Jó volt. Patkányok. Na ja, ebben az egy városban ugye bármivel itt található ilyen warp stone vagy mi a fene. Emiatt azt hiszem nagyobb a városi őrség. Nem igaz, van egy különleges épület is, az adja. Igen. Ami jó. Megkönnyíti a védekezést. Tengeri patkányok azok ott. Hát, okozzunk nagy veszteséget, de ugyebár 5 csapat Phoenix Guard, az sok. Ám bár nincsen sárkányuk, csak 2 Phoenix. Mondjuk a Phoenix az annyira nem veszélyes. Annyi az egész, hogy a városi őrség nem a legjobb. Ha lenne például 2 Kroxigor, simán győznék. Oh, hello. Javelins. Vagy egy mágus. Jó, be van What? Fenébe. Egy tornyot akkor is szétlövünk. Nem hinném. Na, mivel be van törve a fal, így egyből küldi is az egységeit. Nem már, 5%, nem már, egy kis mázlink legalább lenne, vagy valami. De még az sem. Silverhelms, oké. Okay. Jó, Tilla onnan. Zorkar!
Legalább okozunk nagy veszteséget. Most törték be a kaput. Elnézést! Oké, srácok, folytassuk. Ó, most láttam, hogy a hadvezérem beszart. Ó, hello, őt ér kéne, mi? Jaj, már el is vette a főteret, hát persze. Mi sem egyszerűbb? A Latter Seagardokat kell elintézni. Á, sok a Phoenix Guard. Nagyon megutáltam a Phoenix Guardot, főleg, hogyha ellene kell harcolni. Most már csak a Saurusok vannak levadulva. Erünk az Illyrian Reavers-t kéne elkapni, lovasi íjászok. Szóval mindig az gyengíti az íjászokat, de már lényegtelen. Elég okozunk szép veszteséget, csak annyi az egész a Phoenix Guard. Erősen. Bár ha nem lett volna betörve a fal, szerintem megnyerem. Hát igen, ez kb. Ennyi. Ja. Na, fenébe. Na ja, Phoenix Guard rohadt erős. Plusz egy újabb sereggel jönnek. Remek. Az tök jó amúgy. Grokkai.
fork. Kösz, hogy itt voltatok. Csupa shades. Wow. Ez itt Malekith, nem? Denied. Nem, nem Malekith, nem mindegy. Negyvenes szint. Ha. Nem automatikázunk, mert automatikán nagy lenne a veszteség, és egyáltalán nem érdemes, mivel csak előcsatározói vannak. Rakik Priest. Na jó, előre. Mivel erőltetett menetben vannak, szóval lényegtelen, hogy mennyit ölünk meg. Ha veszítenek, akkor is végük, szóval. Mindegy. De erre futnak. Másodperc kellene. 10. What? Ó, oh, mert vízbe esett, így nem volt izé. Úgymond robbanás vagy mi? Lel. Ezeknek kb. Annyi. Egy-két egység még megtörik, az kész. Ja. Hát igen, számszerű íjászok voltak. Érdekes sereget képzett amúgy. Csomó számszerű íjász. Volt némi nagy fegyveres, ilyen greatswordos, de leginkább csak ilyen alap számszerű íjászok. Wrecked.
nem lehet aktiválni. Stegadon miatt. Érdekes. Hogy ez provincia főváros volt. Spice, annak mennyit adunk el? 100%. Jó, akkor még érdemes fejleszteni egyet. We will be avenged! Minden fejlesztve van. Ja, nincs itt senki, ha minden igaz. Törpök pedig kezdenek megutálni, hát persze. Az. Ridiculous. Na jó, mindegy. Ezeket kell elverni, mivel ha nem tenném, akkor megtámadna ezt a várost, kifosztaná. Értitek? Ezért muszáj lezúzzuk őket. Nem lesz olyan nehéz, mivel ugyan már, nincsen semmilyen komoly egység. Ugyebár a Blackguard of Negarond az elit egység, ugyebár az a legelitebb gyalogsága, de ugyan már, Carnosaurus ellen. Mondtam már, hogy utálok fák közt küzdeni? Azt hiszem mondtam már. Na mindegy. Hát. Várjunk a... Na előre. Előre mindenki! Krokgar!
Hát, nektek annyi. Jól tudom, akkor mikor így felvillan az egység, akkor kezdik feladni, szóval ilyenkor már vége. Ja igen, ennek itt sárkánya van. Lényegtelen. Hadvezérek ki is dőlt. Wow. Sárkányostól mindenestől. Viszlát. Jó volt. Emlékszem, mikor még a csata és a rohamozás előtt, mikor belerohamoztak a karnoszauruszok az ellenségbe, az egyik katona kérdezi, hogy mi folyik itt. Mi lesz itt vajon? Na jó, a Lightning Strike képesség az nagyon király. ...27 körön keresztül 5%-kal kevesebb újra töltődés. Lényegtelen. Valójában akkor a hősök miatt 15%-ot kapok. Nekem oké. Szóval, érted? Nekem 8. Sőt, ha még akarok, tudok berakni ilyen cuccokat. Újra töltődést. Mert van. Ja. Annyira nem lényeg. Álljunk ide, mit építsünk? Egy ilyet? Meg ezt, plusz 4 közrend, és akkor meg is oldja a problémát. Ezek is jönnek. 10 a 14-gyel. Ezt ott el kell foglalni, vagy azt. Tök mindegy. Oké. Vajon... Oh. Szóval azt akarod nekem mondani, hogy a technológia miatt nőtt meg ennyire a bevétel? Really? Wow! Emiatt? Igaz, mondjuk 200%, ami valljuk be, hogy jó sok. Milyen jó technológiánk van még amúgy.
amit érdemes lenne kifejleszteni. Mondjuk ez. 20%-kal több újratöltődés, gyorsabb. Kell egy új sereg. Amúgy. Két kör. %5 movement range. Nagyon gyenge a védősereg. Ugyebár az AI nem nagyon épít provincia fővárosokba izét. Plusz városi őrséget. Miük van amúgy? Ez annyira nem erős. Most építettek semmit Negaronban. Oké, mindegy. Ezt felvesszük. Lacska! Plusz 30 lakosság növekedés és income from all buildings. 10%-kal több. Nagyon jó. Az ilyenkor pont jól jön. Jó, meg lesznek a feral karnoszauruszok, ami nagyon jó. Ezeknek itt van kemény két seregük. Remélem, hogy ide jönnek Juatekhez. És lezúzhatjuk őket. A városi őrséggel együtt, easy. Utána visszavesszük a területeket. Addigra ők képeznek új sereget, de nekem is lesz. Hát igen. Lassan mondjuk úgyis felülkerekedek a népen, Torrelasszor népén. Ennyi az egész, hogy most megvettem a lábam Lastria területén is. Mivel ott is terjeszkedni akarok. Szóval egy területen, ugyebár most idejöttünk a Dark Elfekhez, terjeszkedek. Szóval foglalom lassan a területeket, próbálom kiépíteni. Mert ugyebár ha elmegyek innen, akkor úgyis izébe kezdenek, rituáléba és vissza kell jöjjek. Szóval lényegtelen, hogy elmegyek vagy itt maradok. Vagyis nem lényegtelen, nem muszáj ott maradjak. Ugyanúgy most megtámadom a patkányokat. Ott is ugyanaz van. Mivel, hogyha ott maradok és terjeszkedek, akkor mindig könnyebb és könnyebb lesz a rituálékat megállítani. És hát az a lényeg. Szóval azt akarom, hogy
leívok legalább még két sereget, szóval amin van most, azon kívül egyet, vagy még kettőt, és akkor az lesz, hogy... hogy utána pedig én is megcsinálom a rituálékat, és akkor kb. Annyi. Némi Temple Guardot? Nem. Horned Ones. Jött egy ilyen csávó. Think me fool. Le kell hívjak egy hadvezért. Ó, hármas szintű hadvezéreket hívhatok le. Mi az egész, az már tényleg hazavágja a gazdaságot. Lothernek ugyebár alapból nagyon jó városi őrsége van. Nem azért, de tényleg programozhatták volna az AI-t, hogy szépen építsen ő is mindig minden övé falakat, mert egyszerűen katasztrófa, amit csinál. Szóval az vicc. Az vicc, ahogy védekezik. Az egyszerűen nulla, amit csinál. Muszáj leívjak egy hadvezért, szóval ez lényegtelen. De egy olyat, aki... Muszáj, mert ezek megtámadnak, van egy csomó ágyú, szóval plusz egy hadvezér nagyon sokat fog számítani, szóval az nagyon kell oda. Ezt majd úgyis, miután ezeket legyőztük, leszerelem, és akkor helyreáll a gazdaságom. Azokat nagy valószínűséggel megtámadják a város, lezúzzuk őket és elveszem azt ott. Circle of Destruction, és akkor vissza oda. Akkor, hogyha nem is támadnak, akkor is a városi őrség elég lesz ellenük. Ha! Igen, van ilyen képessége a frakciónak, hogy mint a például a Beastmeneknek, hogy ha meg is támadnak, rajtaütés lesz. Hol vannak a Karnosaurusok? Ja, a leghátul, jó. Csata rendbe. Van erősítésük. Kettő is. We fucked. We just fucking fucked. Chuck! Chuck! Azon!
Jó, három erősítés, bakker, ne szívas már. És két erősítés akarom mondani. Ott is jönnek. Bár annyi az egész lassúak, szóval van esélyünk úgymond felkészülni ellenük. Kevés a manna. Nem menj oda. Bízom a karnoszaurusaimban amúgy, plusz abban, hogy a patkányok gyengék. Bújjatok el oda. Most támadjatok. Ja, azok ott meg is futottak. Azért megnézem a patkányokat, hogy mikor meglátnak egy feral karnoszauruszt. Hogy beszarhatnak. Jó, az ágyú semlegesítve. Nem tudom összesen mennyi erősítése lehet, de... Innen már nem is jönnek, szóval annyira nem veszélyes ezek szerint. Szerintem van erősítése, de nem fullos csapatok. Még hogyha fullosak lennének, még szerintem akkor is lezúznánk őket. Ugyan már négy feral karnoszauruszon van. Plusz kemény hősök. Meg nagyon jó csapatok is egyben. Nekik meg... patkányok. Really? Nagyon gyorsan feladják. A feral karnoszauruszok a farkukkal verik őket. Szó szerint. Vicces. Ja, plusz azért egyfolytában elhasználja az ilyen képességét, hogy le tud spamoltatni néhány patkány egységet. Ez valójában mind elhasználja, csak nem ér vele semmit. De ne álljatok már meg, könyörgöm! Utálom, mikor ráküldök egy egységre valakit, egy egységemet, és akkor egy idő után megállnak, mivel egy másodpercre szem elől veszítik, vagy ilyesmi. De akkor valójában olyan úgy kéne működjön a játék, és szerintem jó ötlet, hogy kiadsz egy parancsot, ha például ott egy egység, ugye? És egy ideig meglátod, és ott az egység, és egy idő után eltűnik úgymond, akkor alapból az egység ugyebár sokszor megáll. Szóval nem még kezdi el követni az egységet, mert ugye már eltűnt. Valójában úgy kéne működjön, hogy alapból oda menjen. Szóval annak ellenére, hogy elvesztette, ugyebár nem még látja, annak ellenére menjen oda. Mert azt a parancsot kapta, hogy menjen oda. Szóval ha elveszíti a célpontot, ugyebár akkor oda kéne menjen. Szóval, de nem hogy megtámadja a csapatot, csak hogy az utolsó megadott pozícióra menjen oda legalább. Vagy valami legyen, mert elég szar úgy, hogy kiadod a parancsot, és akkor egy másodpercre szem előtt téveszti, annak az egységnek annyi, és akkor megáll az egész. Elég rossz az úgy. Ja, plusz, ahogy elnézem, erőltetett menetben vannak, mivel mondtam már párszor, hogy az AI nagyon szereti az erőltetett menetet, szóval valami hihetetlen, hogy mennyire bele van zavarodva, hogy erőltetett menetben legyenek a csapatai mindig. Komolyan mondom, de állandóan azt csinálja, mindig erőltetett menet. Ami nekünk jó, mivel egy az, hogy lassúak, kettő, könnyen lenyomjuk őket. Ja, de ne vaduljatok be, így kinyírnak titeket csak, na mindegy. Adnak az egységnek annyi, de ez van. Ugyebár néha jó, hogyha bevadulnak az egységeid, de sokszor nem, mivel olyankor nyomulnak előre, mint egy tank, és halnak meg. Attraction to you.
Jó, itt van egy Abomination. Az már... Nem, ez nem Abomination. A hadvezére. Szerintem nem sok kell és feladják. Ott az egész megtört. Igaz, hogy nagyjából meg is haltak. Gondoltam volna, hogy ilyen könnyen megnyerjük. Ha minden igaz, akkor egy csapat lovasnak annyian, bár mutatott még némi zöld csíkot, szóval nem biztos. Bár elég nagy a valószínűsége. Nem is voltak olyan sokan. 4300, nem, vége a csapatnak. 4318. Hűha, az ott egy egész komoly csapat. Oké. Ó, és a csávót úgy hívják, hogy Angie. Mint a... azt a hadvezért, amelyeket elveszítettem még anno az élő halottak ellen. Gondolom ez azért támad, mivel látja, hogy jön az erősítés. Nem, bár csak lándzsásaik vannak. Hadvezér itt van, két torony. Ti ide. Legalább egy tornyot kéne szétlőni amúgy. Ja, az jó lenne. Ja, hogy mellnézem, meg lesz. Ja. Tökéletes. A Latern Seaguardokat kell célba venni az íjászokkal, vagy az íjászait, vagy a tornyokkal.
Ladders. Nem gond. Saurus lándzsások itt vannak. Illyrian Rivers. Inkább vissza ide. Egyfolytában nyilazzák az egységeinket. Levágnak minket. És hát annyira nem, de... Itt szép veszteséget okoznak. Bár szerintem nem sok kell és feladják. Ja, ennyi. Jó volt. Még jó, hogy nem jöttek elit egységekkel. Még jó, hogy csak ilyen gyenge latency. Mondjuk a latency guard az jó. Nagy az egész csak lándzsások, az még oké. Okay. Melyik sereg kapta ezeket? Ja, nem, ott hozzá lehet adni. Nem támadtak. És ez a miénk. Na ebből sem lesz rituáli. Már a patkányokat meg kell állítani.
Közel vannak ám. Oh, hello. Honor Guard. Újabb achievement. Yay. Nincsenek sokan. Na, jó van, akkor az lesz, hogy itt van némi szintlépés. Akkor lesznek igazán kemények a csávók, miután megkapják a Carnosaurust például. Na, akkor aztán ütjük az ellent. Ah, hello. Na, Shirai, tovább tudom fejleszteni. kéne egy ilyen. És... nem is tudom. Ez annyira nem fontos. Legyen egy ilyen, hogy tudjunk Scar veteránt. Az nagyon kell. Nagyon megkedveltem őket. Főleg ugye bármivel kaphatnak... ezért... kaphatnak... Carnosaurust. Várjunk, mi is ez már a fűszer? 96% oké. Okay. Jó, csak két kereskedő partner van, szóval... Nem tudunk eladni mindent, mi az egész. Ja, hogy itt csak 4-es szintű a főépület, azt hittem 5-ös. Na mindegy. Kell ez. Hello, Luminarkov Hish. Of Hish. Oh, Hellstorm Rocket Battery. Az is faja. Temple City. Na jó, de azt hiszem zárom a videót, és akkor a következő részben ezt kell elfoglalni. Ami nem lesz nehéz, szóval nincsenek egyáltalán sokan. Ugyebár a városi őrség alapból gyenge, beküldjük a Carnosaurusokat, azt viszlát. Na jó, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!